Annyi mindent csinálok, és annyi minden foglalkoztatott világéletemben, hogy, hogy mindenben egy kicsit vagyok is, meg, meg, nem is vagyok. Hogyha ma nem ezt a parókádat választod, hanem egy fekete rövidet, akkor tök másképp érzed magad most ebbe a székbe, és lehet, hogy egy picit másokat is mesélsz? Lehet, egyébként van itt nálam egy vészparóka a táskámban. Mi az, hogy rászoktál akkor az írásra, amire az addig nem volt egy ilyen rászokott dolog neked? Ha nem, mert hogy én mindig úgy alkottam, hogy ha, hát a gondol jegyzetelgettem, meg ott volt a fejemben, és akkor minden évente elutaztam kétszer egy hónapra, és akkor az alatt írtam. Nekem nem egy kellemes dolog írni. Én, én azt nagyon megszenvedem. Karafiát Orsolya, a mai beszélgető társam. Szia! Hello! Nagyon nem a formálisan Beköszöntem és üdvözöltelek téged, miközben már 10 percen nevedgélünk itt a takarásban. Ö, honnan jöttél ma, és hogyha mi már nem beszélgetünk, akkor hova rohansz tovább? Fú, ez most egy nagyon nehéz nap, de az utóbbi hónapokban nincs könnyebb, vagy nem volt ennél könnyebb. A reggel jó 11 körül fölkeltem, akkor telefonokat intéztem, utána el kellett mennem egy a olvasás népszerűsítési kampány felvételére, ahol idősebb meglett pályatársak ajánlják fiatalabb és frissebb írók szövegeit, ezt nyomtuk le, aztán utána jöttem ide, de voltak mindenféle kavarok, kalandjaim futárokkal, illetve ruházati üzletekkel, meg egy fotóssal is itt, aztán innen megrohanok haza, mert a karácsonyi számot csináljuk a narancsba, és azt szerkeztem. De vicces, mert hogy idősebb meglett, akkor azon gondolkoztam, úristen, hogy most azt fogod mondani, hogy idősebb meglett írókkal együtt voltál? Hát, hogy azért az ember nem beszél így az írótársairól, mert rájöttem, hogy magadról beszélsz, igen. mint idősebb le. De csak egy viccből mondod, nem? Hogy idősebb Félig meglett. Félig viccből, de itt a koncepció ez volt, hogy akik már egy kicsit a, megtaláltak a helyüket a pályán, illetve sok éve vannak a placon. Azok beszélnek olyanokról, akik még csak most törnek be a terepre, és még nem tudják, mi vár rájuk. Olyan vicces, hogy nem tudom, hogy neked van-e egy, egy viszonyod ahhoz, hogy te most már benne vagy a magyar kortárs irodalomba. Nem, akár nem is csak így, hogy azt mondod, hogy idősebb meg lett, de szóval, hogy így, hogy így a része lettél. És hogy ez úgy lett egy természetes, evidencia mára, hogy benned az egésszel mindig úgy éreztem, hogy van egy ilyen kicsit eltartós, kicsit csinálós, de azért nem vagyok teljesen benne, de közben benne vagyok ö, viszonyod, tehát hogy mi a magyar irodalmi kánon, vagy a kortárs irodalmi kánon, vagy nem tudom, szóval mindig úgy éreztem, mint hogyha annak lenne egy ilyen lassú hömpögése, és te ilyen kis vidám kisgyerekként így ugrándoznál így a partján, és akkor kicsit belemész, beleteszed a lábad ki, azt, na, Értem, mire gondolsz? Um, nem szoktam gondolkodni hogy a magam helyén, vagy helyzetén, vagy hogy, hogy én milyen pozícióban vagyok bizonyos szituációkban. Ez nagy hiba is, de közben meg én mindig annyira az adott pillanatban, vagy az adott jelenben, vagy az adott munkában és szerepben próbálok létezni, hogy, hogy, hogy ez nem is érdekelt soha. Aztán persze mindennek megvan így a az ideje, és valószínűleg most már 11 könyv, meg, meg mindenféle egyéb projekt után, ami VS szétágazott, óhatatlanul lett egyfajta, nem tudom, helyem, de ez se biztos, és nem is tudom, hogy mi ez a hely, vagy nem tudom definiálni, mert hogyha mondjuk beszélnek tényleg kánonokról, vagy első ligáról, másodikról, akkor nagyjából be tudom lőni, hogy én, én hova tartozom, ezt most ne firtassuk, mert nem tök lényegtelen, de hogy, hogy, hogy igazság szerint nem tudom, hogy, hogy nekem ez a, az egész életeme, vagy csak a része, vagy, vagy nem tudom, annyi mindent csinálok, és annyi minden foglalkoztatott világéletemben, hogy, hogy mindenben egy kicsit vagyok is, meg, meg nem is vagyok. De az annyi minden, abban van olyan is, aminek semmi köze a szövegekhez? Nem igazán. Tehát igen, inkább ilyen színház, dalszövegek, moderálások. Hát ezeknek mind-mind az írás az alapja, vagy abból ágazik ki valószínűleg, igen. Nem biztos, hogy ez a gyerek hasonló, nem is akarok ezen sokáig ugrálni, hogy hogy egy ilyen a dolog körül olyan játékosan jól ellevő valakinek láttalak mindig, de mondjuk ilyen magadat túl komolyan véve sose láttalak ebbe a dologba, és ez nagyon üdítő. Örülök, hogy ezt mondod, mert, mert én azért egy kicsit lazábban fogom fel a dolgokat, azt észrevettem, mint a környezetem, és nagyon sokszor meg is kapom, hogy megmaradtam ilyen gyermeki vagy kamasz szinten, és hogy azért tudok így még mindig tényleg mint egy kis lény, csak így örülni dolgoknak, meg belevetni magamat olyanokba, aminek nem biztos, hogy van túl sok értelme azon kívül, hogy kedves és szórakoztató. De nekem az mindig elsődleges volt, hogy én jól érezzem magam, hogy a körülöttem élők jól érezzék magukat, és valószínűleg ez, ez innen ered, és nem tudom halálosan komolyan venni magamat. Tehát, hogy nekem sokkal többet ér az, hogy szénné nevetem magam, vagy, vagy részt veszek egy olyan dologban, aminek semmi gyakorlati haszna nincs, se a karrierem, se mondjuk a, az egyéb dolgok szempontjából, de egyszerűen volt egy szép napom, akkor azt én a teljes szívvel át tudom érezni, és nem gondolkodom se azon, hogy, hogy ennek mi volt az értelme, se az, hogy mi volt a haszna. A egyik kedves barátom mondta nekem, hogy ő mindig azon csodálkozik, hogy én annyira benne vagyok a pillanatban valóban, mint egy gyerek, akinek se múltja és se jövője, és hogy ő engem mindig úgy fogalmazott meg, hogy én egy, mint egy ilyen következmények nélküli ember vagyok. Tehát, hogy csak úgy vagyok, és mint egy ilyen pak, 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 így fel villanok, és nem gondolkodom azon, hogy, hogy ebből mi lesz, vagy hogy lesz. És ez, ez néha nem annyira kellemes, mert... Uh, a egy-egy adott jó pillanatért, vagy poénért bedől utána nagyon sok minden az életemben, de aztán annak is vége lesz. Tehát, hogy most már így sok-sok évemnek az a tapasztalata, hogy végülis most is itt vagyok, és beszélek, és azt csináltam, amit akarok, tehát végül is lehet, hogy a sok hülyeségnek csak az a következménye, hiszen szóval nincs következmények nélküli, hogy lé lét, hogy, ezzel így jól el lehet lenni. Meg amikor azt mondod, hogy van egy ilyen hogy fogalmazott a barátod? Következmények nélküli lény. Igen, ember. hogy igen, hogy ezért ezt az állítást egy kicsit ő, megtámasztja az a könyves polc, amin most már egy csomó könyv így áll. Tehát, hogy értem persze, hogy van ez a, ez a könnyűséged, meg van ez a játékosságod, meg a, az, hogy, hogy szeretsz élni, és ez és szerint is élsz. De hogy mondjam, ennek az egésznek van egy ilyen. Végsőkig lepárlódott. ja, nem például. Tehát, hogy én például a munkámat vagy a szakmámat nagyon komolyan veszem. Tehát, hogy az a, a szövegeket, vagy vagy amivel aktuálisan dolgozom, legyen az bármi, uh -huh. az az nekem az életem, tehát hogy az, az, nekem nagyon fontos dolog, és azt nem veszem könnyen. Tehát, hogy egy hülye verseny képes vagyok heteket dolgozni, például amit most fejeztem be az és karácsonyi számába, az konkrétan április óta jegyzeteltem, meg gondolkodtam, meg, meg, írtam, és addig nem adtam ki a kezemből, amíg az nem lett olyan szöveg, amiről én azt gondolom, hogy az, az működő és érvényes valami. Vagy a regényekkel ugyanez a szituáció, vagy amikor egy-egy performanszot szervezek meg, vagy, vagy együtt dolgozom másokkal, én a mások idejét is, munkáját is, személyiségét is ugyanannyira komolyan veszem ilyen szempontból, mint a, a sajátomat. Csak közben azért nem akarom, hogy egy-egy dologba belehalljak, tehát hogy nem fogok. Tehát a munkám minőségére rárakom magamat, de hogy annak mondjuk mi lesz a, a nem tudom, kifutása, vagy hogy az mennyi pénzt hoz a, a nem tudom, konyhára, vagy hogy én... E, azért, mert nem készülök el időre, felvágjam az ereimet és depresszióba dőjek, na hát azt nem, akkor inkább röhögjünk egyet és találunk egy másik dátumot. Ki volt ebbe az előképet? Kit láttál, aki így élt? Nagyon sok előképen volt, és, és úgy konkrétan senki, de a, nem, tehát hogy, hogy, most így hirtelen nem is tudnék, mert akiket én nagyon szeretek, vagy akiket úgy, úgy, úgy bálványozok, azért azok nagyon más milyenek, mint én. Tehát hogyha megkérdezed, hogy ki az, aki mondjuk íróként is, meg személyiségként is a legnagyobb hatással volt rám, az például Truman Capote, és Őnek is voltak ilyen furcsa gesztusai, meg ezek a partik, meg a hattyúi, a szép nők imádata, vagy az, hogy volt az a botrányos első portréja, amikor a nem tudom melyik könyvében, az első novellás kötetében mindenki azt mondta, hogy így nem jelenhet meg író, ilyen csábítóan nézett így a kamerába. Is. És ezek a fajta gesztusok, amiket ő tett a külvilág felé, miközben minden mondataiért a vérét, Atta, de közben a hülyeség is ott volt, ez nagyon vonzó volt számomra. Csak hát ugye ő is ö, sérült személyiség volt, teljesen szétesett a végére, tehát ezen az úton nem szeretném követni, de ezek a kis polgárpukkasztó gesztusok, vagy az, hogy neki is nagyon fontos volt, hogy hogy legyen meg egy kicsit mondén csillogás is az életben, vagy olyan fajta játékok, amiket mondjuk nem biztos, hogy elnéznek egy író embernek. A játékokban, tudom, hogy sokat beszéltem már a parokádról, de az valahogy az, töklenyűgözött, tök lenyűgöző. Tehát amióta én ismerlek, és az ismerlek, az nem olyan, hogy, hogy, állandóan óriási beszélgetésekben voltunk, csak amióta tudtam, hogy vagy, vagy láttalak bulikba. Egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy honnan van valakibe ennyi bátorság, hogy ezt, ezt kitalálja és csinálja. Egyszerűen mindentől függetlenül, egyszerűen csak csinálja. Én ezt szájtátva néztem mindig, szájtátva néztem ez, is ilyen szórakoztató dolognak tartottam, mert hogy, hogy én mindig azt láttam, tehát egy a kezdetektől, hogy, hogy, hát nem annyira voltam elégedett magammal, tehát nem mindenkinek van ilyen haja, mint neked. Nekem volt három szál, és akkor azzal úgy nem nagyon sokat tudtam kezdeni, és azt láttam, hogy minden fotón ugyanúgy nézek ki, mint, mint egy ilyen fáradt, kedves kis bölcsészlány, tehát hogy oké, okay, hogy az ember szeme csillog, de egyik olyan volt, mint a másik, és gondoltam, hogy oké, okay, a ruhákkal lehet szórakozni, lehet szórakozni égszerekkel, de, de ha valami nincs a fejemen, akkor az nekem nem... Tehát, hogy fura, azt éreztem, hogy ilyen unalmas vagyok, vagy szimpla, pedig hát milyen ragyogóvá lehet tenni engem például. Tehát, hogy, hogy ez így nagyon hamar kiderült. És ezt már egyszer elmondtam, de mindegy, ez egy ilyen nagy élményem volt, hogy nekem az első parókám egy barátnőmtől hagyományozódott rám, tehát, hogy ő el akart benne csábítani egy férfit, akiről megtudta, hogy a vörös göndöröket szereti, és akkor a nem belibbent vörös göndörön, és hát így a varázslat az első vad csókig tartott, mert csábú így belemarkolt a vörös hajba, ami ugye lerepült. És akkor a barátnőm sírva nekem ajándékozta, én meg... Uh... Úgy érezted, hogy ez annyira jó sztori, hogy ezt szívesen viszed tovább. <laughs> én tudtam, hogy ezt elhibázta, tehát hogy nem csábításra kell használni, hanem simán lehengerlésre. Tehát, hogy nem szabad közel menni parókában senkihez, mert ott, ott, ott már billen a rendszer, de hogy, hogyha az ember vonul az utcán, és uh, egyszerűen azt tapasztaltam, hogy így, így mindenki behódolt. Tehát, hogy például jó, ciki, ez már nagyon régen volt, nem lukasztottam egyet a kisföld alatt én, az ellenőr, elalélva, tehát, hogy eszébe nem jutott megbüntetni, tehát én csavargattam a vörös hajtincseimet, és ó, ne vicceljen, és akkor ó, kacarázva leléptem, és akkor azt látom, hogy, 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 ez úgy iszonyú hatással van az emberekre, hogyha egy vörös démonnal találkoznak. De hát nem lehetek mindig vörös démon, az is tök unalmas, akkor ennyire ő a saját fejemen is fejemmel is járhatnék, és akkor így lett előbb egy szőke parókám, aztán egy fekete, és akkor azzal egy ideig elégedett voltam. De azt mondom, hogy hát ez mindegyik hosszú, akkor kéne rövid is, hiszen olyan szép az arcélem. Hát voltam húzommal hány éves, és akkor így egyre duzzadt, 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 és akkor utána már, már úgy elképzelhetetlen volt, hogy, hogy csak a, a natur menjek. De az is, tehát később ez a játék úgy komolyodott el, hogy az összes projektembe tudtam ezt használni. Tehát az átváltozásokkor, amikor egyéb karaktereket kellett megjeleníteni, ez nagyon sokat segített, és uh, utána meg már úgy voltam, hogy, hogy már van egy csomó, <laughs> akkor, akkor uh, ez végül is a lényem részévé vált, de, de kiegészült azóta turbánokkal, gyönyörű kalapokkal, fejdíszekkel, tehát uh, még a leghétköznapibb szituációban is legalább pár rózsa ott van a, a fejemem. Van benne olyan, ö, ö, hogy is mondjam, eredmény is, hogy ami, ami, az íráshoz kell, vagy ami másfajta emberek, más helyzetekbe lévő karakterekbe, hogy az ember be tudjon kerülni, abba segített? Hát így nem. Um, amikor már mondjuk egy-egy projektet csinálok egy könyvhöz, akkor, akkor segít megjeleníteni a figurát. Például amikor a Kicsi Lili című regényem elkészült, akkor ahhoz forgattunk egy trélert. Ott négy fő szereplő van, a, a 60 éves szegény beteg édesanyától kezdve a 40 éves magyar talánáron át, a fiatal 30 éves két lányig, akik egy párt alkotnak. És ott a Merényi Dávid csinálta a, a forgatót, és állt össze a forgatókönyv, és meg lett volna négy csodás színésznő, aki ezt eljátsza, meg... Három csodás színésznő plusz én. én lettem volna. Ugye a kedves lány főszereplő, azt gondoltuk, hogy ezt el tudom játszani. Gyakoroltunk, meglettek a szövegek, meg minden, és állítottuk össze, a, hogy a stylisttal, hogy milyen lesz a ruhák, milyen lesz a és akkor így egyszer csak így felmerült bennem, hogy oké, okay, kiválogattuk ezeket a csodás színésznőket, de Hát végül is bennem van az egész, én tudom kívülről, tehát velük próbálni kéne, annyira nincs időm, hát akkor miért ne játszam el én a, a, dolgot, és akkor egy csodás uh, sminkes meg maszkos kellett csak szerezni, és uh, rájöttem, hogy én minden karaktert el tudok játszani, hiszen felveszek egy másik ruhát, a maszkos megcsinálja az arcomat, meg a sminkes kifinomít, szőke voltam, barna voltam, karád is voltam, a legnehezebb volt egyébként az idős hölgy, uh, ábrázolása és megcsinálása, de az is csodálatos lettem a szürke arcommal, meg az iszonyú ráncaimmal. És akkor azt láttam, hogy így ez már egy, egy tök jó működő projekt, és hogy a szereplőimmel tudok mozogni, de ez már, amikor már kész volt a szöveg, akkor volt. Az alkotásban ez nem befolyásol, vagy ezt, tehát hogy, hogy amikor alkotók, persze előtte megjelenik, hogy mi fog a végén kísérő projekt lenni egy-egy könyv mellé. Tehát most például nem a, van egy új regényem, és amellé, ez még nem nyilvános, nem sokára nyilvános lesz, készült egy videoklip is, és ott egymás könyve a könyvem címe, és ott két lány barátságáról szól, és ezt a két lányt jelenítettük meg ebben a, a klipben, az Ónódi Eszter meg én játsszuk egyforma parókában, egyforma sminkkel, és ugye az arcunk között is van egy hasonlóság, és ezt már írás közben elképzeltem. Én tudtam, hogy akkor még nem is mertem, vagy nem tudtam, hogy hogy fogom felhívni az Esztert, hogy én ezt nagyon szeretném, hogy ő, ő ez, ez, legyen, mert egyszer valaki azt mondta, hogy mi hasonlítunk, ami persze így nem igaz, de, de nagyon megcsinálva mégiscsak van hasonlóság, és munka közben végig ott volt bennem, hogy szinte láttam az ő arcát, meg láttam a készülő kisfilmet, hogy hogyan fogunk játszani egymással, és ez egyébként inspirált valóban. Hogyha ma nem ezt a parókádat választott, hanem egy fekete rövidet, akkor tök másképp érzed magad most ebbe a székbe, és lehet, hogy egy picit másokat is mesélsz? Lehet, egyébként van itt nálam egy vészparóka a táskámban, tehát hogy hoztam egy olyat, hogyha um... Te meglátsz, és azt érzed, hogy ez sok vagy, vagy nem tudom mi, vagy azt érzed, hogy, hogy így nem működnénk, akkor felveszem a vészt, és és akkor egy ilyen barna, göndör, kis rövid lett volna rajtam, és akkor egy picit visszafogottabb lettem. Olyan kedvesen mosolyogtál ott a sminkbe, hogy azt gondoltam, hogy oké, okay, maradhat. Nem szeretek túl öltözni, vagy túl, uh, nem tudom, túl. Vibrálni egy szituációt, és mindig nagyon fontos, tud, hogy a másik hogyan reagál rád. Mert volt már ebből nekem kellemetlen helyzetem, egy szlovák írónővel kellett a könyvfesztiválon beszélgetni. És elolvastam a könyvét, és azt gondoltam, hogy wow, ez egy nagyon vagány csaj. Tehát akkor oda mehetek egy olyan um, szedbe, amit, hogy, amit én nagyon mókásnak tartottam. És ott ült ez a lány farmerban, pólóban. Én a, nem tudom, el lehet képzelni, ugye? És ekkora sarkakon, aranyban, fejemből mindenféle állt ki. És láttam, hogy hogy, kész elvesztettük a lányt, és már akkor nem tudtam mit csinálni, tehát nem volt, és ebből megtanultam, hogy mindig legyen nálam vészcuc, és mindig figyeljem, hogy a másik milyen típus, és hogyan reagál rám. Hogy tervezed meg, hogy akkor oké, okay, van nálad egy fő, meg van egy béter, hogy hogy tervezem, mi, mi, minek mentén választott ki, hogy, hogy kik jönnek ma veled? Igazság szerint ma teljesen más cuccba lettem volna. a Kedves divattervező barátnőm ezekhez a színekhez adott nekem egy csodálatos, ilyen melben vágott dreszt, csak én most két helyen lakom, és a pánt nélkül melltartói a másik lakásban maradtak. <laughs> Tehát ezért ezen aborkad. múlott. most már ezen múlott. És ezért így gondoltam, hogy a fekete az mindig izényerő, nyerő, az minden lakásban van pár fekete cuccom, amit, amit így magamra tudok rakni, és akkor ez így alakult. Mert, mert csináltattál egy ruhát, vagy kigondoltál egy ruhát, ami ehhez a díszlethez igen, a legszebben megy? Igen, és benne voltak ilyen nagyon szép rombuszok, meg, meg minden, tehát hogy az tényleg nagyon jól nézett volna ki. És ilyenkor, a, ami, ne, ami, miatt ezt csinálod, az csak az, hogy, hogy Karafiát civil, egyszeri lény a világban, ezt élvezi ezt a játékot, vagy az is benne van, hogy egy írónő vagy, akinek jó, ha emlékezetesek a, a szereplései, ha megjegyezhető, ha a nézi, az felkapja a fejét. Um. Nem, de tudod, mindig az van, hogy, hogy nekem nincs imidzsem. Tehát, hogy ezen nagyon sokat gondolkodtam, talán ez az örök változás az, de ez nem olyan, tehát, hogy én azt vettem észre, hogy, hogy nagyon sokaknak tök jó imidzse van, jó, neked ott a hajad, tehát, hogy az, az a bármikor, hajad meg a mosolyod egybe, az bármikor eladja a Winkler Nórát, és azzal tudnak téged azonosítani. De engem semmivel nem tudnak azonosítani, csak azzal, hogy mindig más vagyok. Ez nem szerencsés egyébként, tehát, hogy, hogy minden könyvben mutatom más vagyok, minden borítón, minden egyes szereplésen. Tehát nincs egyfajta markáns dolog, ami, ami, mondjuk én lennék. És ez, ez talán nem jó, mert hogy, hogy annyiban nem, hogy nem lehet egyből belülni, hogy na ez, ez a karafiát. És akkor innen ez már nehezebb, de közben meg hát látod, ezzel se tudok törődni, mert nekem aztán tényleg azt hiszem mindegy. És hogyha megvan ez a szabadságom, hogy azt csinálok, amit akarok, meg úgy nézek ki, ahogy akarok, akkor ezen, ennek az oltán be tudom áldozni azt, hogy felismerhető vagy jól körülírható legyek. Pedig szerintem tök jól körülírható vagy. Tehát, hogy... Nekem, nekem van egy karafiát érzetem. És a... <laughs> Jó. Igen. Én és abban abszolút benne van ez, hogy, hogy tulajdonképpen mindig van egy, egy előre nem jelezhetőséged. Érted? Mindig azt érzem, hogy, hogy olyan, olyan, olyan veled, hogy uh -huh, úgy, úgy, már meg vagy, már meg vagy, de mégsem, de mégsem, hogy mindig van egy ilyen, úgy, úgy, úgy kimész abból, ami, ami köréd rögzülhetne, vagy merevedhetne. Igen, jobban a merevedést, mert szerintem az az, amit, az, az amit nem szeretnél, hogy valahogy egy ilyen rigid valamivé válj, és abszolút nem is válsz azzá. Igen, csak közben meg pont mondjuk, ha, tehát Szóval nem lehet az, hogy, hogy kirakni mondjuk jól felismerhetően egy plakátra, vagy nem lehet egy olyan arcot rakni, ami én vagyok. És ez meg, mondom, ilyen marketing szempontból meg egy kicsit kellemetlen. Tehát ezt már, ezt már megkaptam sokszor, hogy mit mondjuk, milyen vagy, és, és hát ilyen, tehát hogy így semmilyen, minden, mindenféle. Azt néztem, hogy, hogy nagyon fiatal voltál, amikor az első köteted megjelent, 23 éves csak, azt De. szerintem az nagyon fiatal, nem? Hát, ma már azt mondom, hogy igen, akkor nem tartottam annyira fiatalnak. Nem éreztél ilyen szenzációsnak, hogy ott van a kezedbe kinyomtatva egy egy nyomdaszakú könyv, és az már a tied? Képzeld, nem, mert az egy nagyon fura időszak volt. Én, uh, ugye akkor már ez olyan fura, én akkor ilyen nagyon. Uh, Híresnek és csodálatosnak éreztem magamat, tehát már, már előtte is, én már akkor úgy éreztem, hogy többet kaptam a költészettől vagy az irodalomtól, mint, mint amire úgy számítottam. Ez nagyon fura volt, mert akkor már publikáltam pár éve, én 19 éves korom óta a legjobb helyeken ö, publikáltam, és akkor az, hogy hogy már egy kötet lett, az már csak olyan habatortám volt, vagy egy olyan plusz kis ajándék, de én akkor már azt éreztem, hogy minden oké, okay, tehát én tök jó kis író vagyok, és akkor már kötet nélkül már meghívtak a Frankfurti könyvására, mert Németországban voltak előadásaim, szóval hogy hogy azt gondoltam, hogy wow! Tehát, hogy ez teljesen izér dolog, és nyilván nagyon örültem az első kötetemnek, tehát annak úgy nagyon örül az ember, és sok energiát fektettem bele, tehát a, már nekem az is, ott is fontos volt, hogy én magam gondoltam ki a címlapot, magam hívtam külön szerkesztőt, tehát nem engedtem, hogy a kiadó kivegye a kezemből ezeket a munkákat, amiket a mai napig kézbe tartok. Tehát én azért tényleg a kiadó krémálma vagyok, mert én hozom a grafikust, a fotóst, a szerkesztőt, mindent, és bár könnyű velem dolgozni, meg kompromisszum kész vagyok, de a saját elképzeléseimhez azért nagyon ragaszkodom, ami persze nem mindig jó, de hogy, hogy alapvetően azért de mert tök jó ízlésem van, de, 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 hogy, hogy nyilván az első, az, az iszonyú fontos volt, de hogy, hogy, nekem akkor az már meg volt ágyazva, és, és azt gondoltam, hogy az már csak egy újabb állomás, és hogy majd akkor megyünk tovább. Hm. Azon gondolkozom, hogy a rémálma lehetsz -e a kiadóknak, vagy inkább szuper lehet, hogy valakinek ennyire konkrét elképzelései hát attól függ, hogy, hogy, hogy milyen a kiadó, mert, mert nagyon több helyen is kerestek, sokakkal tárgyaltam nyilván, és én és nagyon hűséges... Tárgyaltál? Hát ilyen keményen le tudsz ülni, és tud képviselni az érdekeidet, meg a határaidat? vagyok, tehát hogy hát én intézem az összes ügyemet, meg az mindent magam Aha. beszélek le, meg nem tudom, ezek, ezt meg uh -huh. kellett tanulnom, de hogy, hogy nekem mindig megvannak a prioritások, és akkor azokból nem tudok engedni. És hogyha azt látom, hogy a másik, is, másik fél is legalább olyan rugalmas, és tudunk egymás szemébe nézve azt mondani, hogy ő is, ők is elmondják a határaikat, én is, és ha ebből nagyon jól így kisimul a dolog, akkor az tud működni. És én a kiadomnál már 2012 óta vagyok, és nagyon sok könyvet csináltunk együtt. Nagyon sokat. Most, hogy készültem rád, visszanéztem, hogy, hogy van, hogy egymás utáni években jönnek ez csak ki. Most, igen, ez, ez csak most volt így mert hogy, hogy felgyülem lett. Meg régen is, régen meg azért, mert hogy egy szerződést kellett kivárni, amíg nekem lejárt egy másik kiadóval, és közben folyamatosan dolgoztam. Tehát, hogy ezért volt. De most például ez, ez a sorozat, amit most csináltam, az, azt én már megírtam egybe. Tehát meg volt két millió karakter egybe, és akkor az azért jelenik meg évente, mert hogy, hogy ez már csak össze kellett szerkeszteni, meg át kellett írni. De ebből nem lesz divat. Tehát, hogy most eltelt ez a három egymás után, és most akkor megéljön egy kis Szóval olyan sokat nem dolgozom, csak az, 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 valahogy ez a két millió karakter kiszaladt egybe belőlem egy év alatt, konkrétan 365 nap alatt, mert pont amikor a, a szirénem megjelent 2017-ben, utána én egy olyan szintű vákumba kerültem, amit nem tartottam valósnak így magammal így képzeld elhíztam híztam 12 kilót így összeestem így teljesen a, leterített az hogy én, én megöregettem nekem elfutottak az alkotói energiáim nekem innentől végem. Hány éves voltál akkor? A 42 uh -huh. és hát egyszerűen azt éreztem hogy kész ajtók záródnak és, és, izé, és iszonyatosan sajnáltam magam kövérségemben otthon és Utána valahogy az történt, hogy, hogy rájöttem, hogy, hogy nem hízhatok bele a lakásba, és meg ebbe a elkényelmesedett létbe, és gondoltam, hogy akkor kényszeríteni kell magamat, hogy minden nap minimum 5000 karaktert meg kell írnom. És hogy mivel, hogy ezt számon kérhető legyen, én ezt kiírtam a Facebookra, és akkor elkezdtem naponta 5000 karaktert írni minimum. És ezt csináltam 365 napig, és a, a végén így... így teljesen rászoktam az írásra, és összeállt egy, egy tök jó dolog. Viszont hát persze széttartó volt, igénytelen, nem tudom, és akkor erre nekiálltam dolgozni, de akkor már volt energiám, és el tudtam kezdeni egy új regényt is meg. mert egyszerűen így visszatértek a gondolataim, és rájöttem, hogy nem is vagyok olyan öreg, és akkor elkezdtem járni edzőterembe, és akkor lefogytam, és akkor megijöttek az udvarlók, meg a az én vidám életem visszatért, és vidám életemmel az alkotó kedvem is, és ez azóta is tart. Mi az, hogy rászoktál akkor az írásra, amire az addig nem volt egy ilyen rászokott dolog neked? nem, mert hogy én mindig úgy alkottam, hogy ha, hát a gondolj, jegyzetelgettem, meg ott volt a fejemben, és akkor minden évente elutaztam kétszer egy hónapra, és akkor az alatt írtam. Hol? És hát Tájföldön, meg Olaszországban, meg itt-ott. Hogy... Fé, ezt nem értem, tehát hogyha valaki végre eljut Olaszországba, egy hónapra, akkor azt úgy kell elképzelni, hogy ülsz egy szobába és írsz. Igen, meg, meg, meg a izé, De akkor parton, miért nem meg... Balmazújvárosba mentél arra az egy hónapra egy lakásba, ah, nem, és írsz nem. ott? Mert az nem ugyanaz. De egyébként voltam nem Balmazújvárosban, de erdőben is. Tehát, hogy, hogy az őrségben, egy vadászházban is voltam például. Vagy voltam Ausztriában egy ilyen kis menedékházszerű kis hát ahova tudok menni. Meg, meg az volt, hogy a barátok itt támogattak is, tehát valaki odaadta mondjuk a házát, akkor oda tehát hogy, de, de például a világ legszebb helyein is, tehát mindenki ezzel röhögött például, mondjuk a tájföldön, oda többször is mentem, hogy én nem bírom a napot, és nem megyek a vízbe, hogy akkor miért van ott az ember, az isteni kajákért, meg azért, hogy én éjszaka dolgozom, hogy éjszaka is egy száll be lehet e, ott a bungaló erkéjén, vagy teraszán írni, tehát, hogy ezek miatt meg így megérte. Mindig éjszaka írsz? Hát, e, akkor jobb az agyam, hát mikor te ugye felkelek 11 dél körül, akkor utána két óra, amíg az embernek lesz valami agya, akkor utána el kell intézni a telefonokat, még abban a sávba, amikor a többiek is ébren vannak, vagy, vagy lehet beszélgetni, hát akkor utána már a vacsora idő van, akkor, akkor elmegyünk valahova szórakozni, és akkor marad az, az éjszaka. Igen, nagyon vicces, mert most én dolgozom egy lapnál, ugye szerkeztek, és ott is múltkor valamiért tízkor telefonáltam a másik rovatvezetőnek, és én, mi van, nem tudsz aludni? <laughs> és ez, ez reggel tíz, ugye? És szóval hogy tudják, hogy ez van, de azt is lehet tudni, hogy akkor reggel ott lesznek az anyagok, mert én azt megcsinálom éjszaka, akkor működik a nem tudom, az egész idegrendszerem az agyam, tehát másra vagyok talán kihegyezve. Hogyha megy a nap, és mondjuk jössz mész a városba, intézel dolgokat, és arra gondolsz, hogy majd este írni fogsz, akkor, akkor hogy jelenik meg az a hely, ami az életedben az írás? az, az micsoda, milyen, milyen, érzetek kapcsolódnak ahhoz? Hát figyelj, a, Nora, ez, ezek nagyon nehéz kérdés, mert pont mostanában beszéltünk erről a Finipetrával, hogy, gyakorlatilag, ilyen zugírók lettünk, tehát hogy annyi minden területe van az életünknek, hogy ezek magára az írásra szánt időt azt így ki kell szorítani. És nagyon vicces, mert például a barátom civil, és múltkor pont amikor verset írtam, így, így mondtam, hogy fú, én tök fáradt vagyok, de most tényleg le kéne adni meg. És hogy, hogy a segíte, hogy ő bezár a konyhába két órára, és akkor addig, tehát hogy nyugalomban legyek, és mondja, hát ez nem így működik. De, és akkor rám néz, hogy ez a szakmád. És ez ne, tehát, hogy ez nem ilyen. Tehát ez nagyon nehéz egy kívülállónak elmagyarázni, hogy, hogy, hogy éppen van két órám, és hiába van akkor mondjuk uh, csend és béke és egyéb munkahíja, akkor se biztos, hogy tudok alkotni. Szóval uh, nem tudom, hogy ez hogy működik. De hogy jelenik? Szóval hogy gondolsz rá? Tehát azt próbálom kitalálni, hogy ha az ember ír és író, akkor minden mást, ami nem ez, azt egy ilyen zajló, izgi, nem tudom, mozgékony valaminek gondol, amihez képest az egy ilyen puha, otthonos, meleg valami, ami, ami, ami az írás, mint tevékenység, hogy nem így na, van. Nem, tehát hogy, hogy nekem a... Talán akkor működik legkihegyezettebben az agyam, meg az idegrendszerem, tehát nekem nem egy kellemes dolog írni. Én, én azt nagyon megszenvedem, és, és utána is, amikor befejezek valamit, és amíg le nem tisztáztam, amíg nem látta a hugom, meg még két barátom, és uh, tudom, hogy most már nincs vele több dolgom, én addig meg tébolyodom. Szóval ez nem oké. Okay. Nem lehet hozzám szólni, harapós vagyok. Én amúgy egy iszonyú kedves ember vagyok, akivel nagyon könnyű együtt működni, és együtt élni, kivéve akkor, amikor írok akkor kész. És én már előre sajnálom mindig azokat, akik a közelembe vannak ilyenkor, és tehát megkérdezik tőlem azt, hogy de tényleg mondjuk merő kedvességből, hogy mi legyen a vacsora, és ölök. Szóval ez, ez, nem, ez, nem, jó. És közben meg van egy olyan része, amikor már ugye az ember nagyon benne van, amikor tényleg ez a flow, hogy, hogy így minden megszűnik. Na, az egy, az egy nagyon jó rész, és akkor azt érzem, hogy, hogy minden megy, és alakítja magát, és most is például a legutóbbi könyvem, mert én annyira megszenvedtem, tényleg belehaltam, és mégiscsak volt, és azt hittem, hogy soha nem lesz kész. Ott voltak a vázlatok, ott volt nagyon sok, izé, és akkor egyszer csak így, így azt mondtam, hogy elég, egy hét szünet, és a szünet alatt így minden, minden letisztult. És, és meg is van az a papír, amire így leírtam a letisztult dolgokat, így gyönyörű szép ábra lett, mint egy ilyen nagyon szép gyertyatartó, vagy egy ilyen menóra. És ö, utána, meg, utána már ilyen tényleg szörfözés volt a hullámokon, de addig a halál. Amire azt mondod, hogy ilyen menóra szerűen megrajzoltad, az a, a regénynek a struktúrája, vagy a szereplőknek az egymáshoz való viszonya? minden benne van, tehát már amikor összeállnak a részek, és hogy az akkor hogyan fog kinézni készen, tehát hogy igen, ez egyszerre struktúra is, viszonyok is, mindenféle hülye számokat szoktam odaírni, meg színeket, tehát hogy rajtam kívül ezt nem tudja senki értelmezni, de nekem egyszerűen abban már így, így ott lesz. Nekem nagyon fontos egyébként minden regényemnél, hogy, hogy nagyon szigorú bázlat vezessen, Néha ez a, tehát a, hogy a motivumrendszer hogy működik, hogy melyik jelenet hogyan lesz, hogy hogyan, e, például ennél az új, új könyvemnek például tükörszerkezete van, és így össze lehet hajtani, és karakterszámra is akkor mindig kitalálom, hogy ez pont ez így, ez így csodálatosan a középső fejezet a leghosszabb, és akkor így abból így kibomlik szépen, és az első az utolsóra rímel, és akkor ugyanúgy a motivumok is így vannak belehelyezkedve, én ezzel irtosok időt el tudok tölteni, de amikor ez már megvan, és tényleg összeállt, mert megvan, akkor onnantól szuper minden. De ezt egyébként így kell, tudom, hogy nincs olyan, hogy kell, de mondjuk, hogyha én elmennék írás tanulni bárhova, akkor ez egy jó tanács lenne, hogy ne az legyen, hogy az ember elkezd írni mondjuk egy 300-400 oldalas valamit csak úgy, mert elkezdte, hanem kell az elején meg legyen egy ilyen szerkezet. Nem feltétlenül, tehát hogy nálam ez működik, és csak így tudok dolgozni, de én mindent így tudok csinálni, tehát a verseknél is nem véletlenül dolgoztam világéletembe kötött formában, vagy mindent bestruktúrálok az életemben. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy meglegyenek ezek a, a keretek és a szabályok, már mint az alkotásban. Nem, nem, tudom miért, és ezt valószínűleg nem mindenki tudja csinálni, vagy ez nem mindenkinek célra vezető, de az, hogy csak úgy partalanul irogassak, vagy az, az engem nem érdekel, mert, mert főleg, hogyha mondjuk egy regényen dolgozom, akkor annak megvan, hogy miről akarok szólni. Tehát ez nagyon konkrét gondolat. Mindenki minden könyvemet össze tudom foglalni egy mondatban, hogy az miről szól, és minden, tehát, hogy minden mondatnak, vagy az összes, az egésznek ezt az egy gondolatot kell szolgálnia, és ezt csak úgy tudja megcsinálni, hogyha minden a helyén van benne de aki meg nem így gondolkodik, vagy teljesen másfajta szövegeket ír, annak másfajta munkamódszerek a, a célra vezetően. Nekem a bocs, bár, bármelyik kisiklik, vagy bármelyik láb ki, ütődik, akkor, akkor összeomolhat az, ami, ami nekem, amiért én az egészet csinálom. De pont ezt akarom kérdezni. Mi van, hogyha az történik, amit olyan ö, sokszor mondanak írók, hogy azért a szövegnek van egy öntörvénye, hogy öt persze te kitalálhatod, meg megtervezheted, de a karaktereknek van egy saját igazsága, a, a, történelem, a történet folyásának van egy saját Ereje. de itt a igen, kulcs szó. Én, én, nem történeteket írok, nekem egyik regényemben sincs valami nagy történet. Tehát, hogy, hogy inkább egy szituáció van, és emberi viszonyokat ábrázolok, anekdoták, anekdotaszerű részek vannak mindegyikben. Tehát a kicsi lirinek talán annyi, hogy, hogy eljutunk de se nagyon jutunk Ából B be tehát ezért nem tudták soha megfilmesíteni, és mindig tárgyaltunk emberekkel, akik megkerestek, és a szirénbe is nincs. Tehát, hogy ott telik az idő, látunk egy nőt, és vannak szituációk az életében. Ugyanez a kicsiben, vagy ugyanez az egymás könyvébe. Tehát, hogy nekem nem tudnak egyszerűen a szereplőim formálni maguk körül semmit, hiszen nem ez a dolguk, mert nincsen történetük vagy. Vagy a történetük töredékekből áll össze, amik ilyen szinten nem vezetnek sehova. És akkor innentől már nem tudják formálni a, 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 könyvet. De egyébként is azt gondolod, hogy ez így igaz magára az életre is, hogy igaziból nem vezet semmi sehova, hanem... Igen. Azért írok ilyen könyveket, egyik könyv, pontosan. És azt gondolom, hogy, hogy például most egy barátság történetét dolgoztam föl, ott sincsen kezdeti meg végpont, meg nincsen, mert, mert, szerintem nem lineárisak a dolgok, nem így gondolkodunk, nem így fogadjuk be a másikat, és, és a saját életünk sem olyan, egyébként én nagyon imádok belemerülni regényekbe, imádom, ha, imádom, ha visz a, a cselekmény, de én, én, nem akarok ilyeneket írni, van, csomóan megcsinálják tök jól helyettem, hanem én pont erre a töredékességre és erre a, erre a fajta a kicsit ilyen bizonytalan, szét rezgő, össze-vissza tartó dolgokról akarok írni. Bizonyos szempontból egyébként a parókázás is ilyen, nem? Hogy? Hogy, meg amit mondtál arról, hogy nincs egy konkrét ö, beazonosítható ja. imaged, uh -huh. tehát hogy ez nem az van, hogy valami elindul és ab, abnak mentén... Just, épp, igen, 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 így, ilyen szinten ez valóban, valóban így van. Ez tök érdekes. Ja. <laughs> igen nem gondoltam még mondjuk ezt a kettőt összehozni, tehát ezen még majd gondolkodnom kell, de, de valószínűleg akkor nekem ilyen a személyiségem, vagy így gondolkodom, és, és valószínűleg az ember nem tud más csinálni, mint ahogy gondolkodik. Nagyon vicces, mert ezt a, azt hiszem, ezt már megírtam, igen, egy kis novellában, de nekem nagyon elgondolkodtató mondat volt, én mindent megőrzök, összes cetlit, összes szart, tehát nekem a gimis órai levelezések is megvannak, és megtalál, egyik barátnőmmel évekig rímekben leveleztünk, <laughs> és, és, megvan itt csodálatos költemények ezek, és az egyik válasza egy ilyen szerintem csodálatos levelemre, annyi volt a hajni barátnőmnek, hogy hogy Jellemző a primitívségedre, hogy csak annyi juthat az eszedbe, amennyi ész van az agyadban. És hát, ha ezt belegondolsz, ez rohadtul igaz. Tehát, hogy semmi más nem tudsz csinálni, vagy semmi, nem tudsz túlmenni, és még eszedbe se juthat semmi, mint amennyi ész van az agyadban, vagy mint amennyit addig összekalapáltál. Viszont ez nekem nem olyan nagyon sok, de hogy, hogy az, azt is. Ezt szét ki mondja? Tudom. Én. Tehát, hogy, hogy, nem vagyok egy nagy koponya, viszont nagyon érdekes húzalozások vannak, de azok is így össze-vissza visznek. Most a, például épp szerkesztettem egy interjút a nagyszerű Melody Robinsonnal, és ő mondta, hogy, hogy ő, szerintem hasonló karakter lehet, mint, mint, én, és szerintem a, jó, én még nem írok olyan nagyszerűen, mint ő, de majd fogok, de hogy, hogy ő mondta azt, hogy ő nagyon sok mindent bíz a furán működő agyára, és nem is gondolkodik különösebben, csak így elveti az, az ötletet, és az agya majd szépen egy ponton túl kidolgozza. Lehet, hogy nem novemberben, ahogy ő mondta, hanem majd csak következő januárban, de az agya ott a sötétben végzi a munkát, és kijön. És az én tudatom is így működik, és akkor valamikor ott így bemennek, itt, ott összekavarodnak, és akkor egyszer csak váratlanul uh, kijönnek, mert az agyam szinte tőlem függetlenül végezte ott bent a munkáját. Az, hogy hogyan végzi az agyad a munkáját, vagy hogy hogyan ö, írsz, azt ö, megváltoztatta az, hogy egy darabig itt áll, és most már egy jó ideje, nem. Uh -huh. Igen, alapvetően megváltozott. De hogy? De miben? Minél érzed? Hát figyelj, a koncentráltságban. Tehát, hogy, hogy amíg ittam, meg amíg küzdöttem állandóan a másnapokkal, meg az összeszedettséggel, addig egyszerűen, pont azt, amiben szerintem én jó vagyok, ezeket a struktúrákat, meg nem tudom, amiket nem tudtam létrehozni, akartam, szerettem volna, de nem voltam rá képes, hiszen minden kicsúszott a kezemből, és uh, a verseknél ez nem számít, mondja, a vers az egy rövid kis uh, valami, már mint nálam, de az én verseim, azokat kordában tudtam tartani, de hogy egy nagyobb szöveg, vagy egy nagyobb gondolat jött volna, azok, azok szétperegtek, és, és súlytalanok lettek, és amióta nem iszom, azóta ez nincs, és uh, sokkal inkább uh, Sokkal szabadabb lettem, mióta nem iszom, mert, mert azért az nagyon uh, behatároló, hogy a sóvárgás például, hogy hogy, már, már meghatároztam, már tudtam, tudtam, hogy már alig várom, hogy délután legyen, és most uh, véletlenül előkerültek régi naplóim ezekből az időkből, és uh, uh, nagyon vicces volt, hogy abból állt a naplom, hogy fú, de rohadt szarul vagyok, de hogy elmentem egy étterembe, a borlap feldobott, és egyből már, mert máshogy tekintettem a világra, aztán a következő bejegyzés, hát nem tudom, mi történt az este túlnyomó részében, valakivel beszélgettünk nagyon jókat, de, de hogy így, Hova tűntek ezek a jó beszélgetések, vagy annyi minden elveszett, ami, amiből építkezhettem volna? Na, és ezek most már nem vesznek el, hiszen ö, megmaradnak, és nem törli ki őket mondjuk egy szar másnap, vagy egy aznap. És mi az, ami elment vele, ami jó volt, és, és az, azt mi tudja pótolni? Hát igen, elment vele valami hatalmas könnyebség és hatalmas nem törődömség, az elment. És már, már biztos, hogy nem kényszerítenék gyakorlatilag ismeretlen fickókat egy fotózás után, hogy repítsenek ki a Bécsbe, mert én oda, ott akarok ébredni. Tehát már nem csinálok ilyeneket, vagy, vagy nem érzem azt, hogy, hogy enyém az egész világ, már. Beírem azóta a felével, vagy mit tudom én, de hogy hogy, hogy, hogy valami gátlástalanság az kiveszett belőlem, de közben meg azért olyan sokat nem kaptam ettől. Tehát amikor már tényleg bírósági tárgyalásokra kell járni, mert följelentenek, amikor már idegenedem a legjobb barátaimtól is, mert, mert már nem szívesen vannak velem, jó, azért ilyen nem volt, mert tök jó társaság voltam, de azért bizonyos munkákat elvesztesz, szóval nem hozott már szinte semmit. És, uh, de mondom, ezt a fajta gátlástalan könny könnyedséget azt azért visszasírom. És, uh, de azt nem, hogy, hogy sokan azt mondják, hogy bizonyos társaságokban még mindig én tűnök a legrészegebbnek, mert egyszerűen el tudom engedni magamat. Kacagok, táncolok, tehát uh, csábítgatok, hódítgatok, szóval ez, ez meg így megmaradt. Honnan volt erőd azt mondani, hogy akkor ezt befejezzük? Hát ez nem az én erőm volt, tehát hogy akkor már én nagyon rossz állapotban voltam, gyenge voltam. Um, az az volt, hogy akkor engem elhagyott a barátom is, mert már nem bírta tovább, um, éppen elvesztettem egy fontos melót, de már azt mondom, hogy azt se de közben érdekelt, mert tudtam, hogy ez nekem fontos volt, és úgy fájt is a, a dolog. Összevesztem mindenkivel ott, ültem a szar lakásban egy szar pasival és éppen meghalt az apám is, vagy hát látogattam a kórházban, és, és már nagyon rossz állapotban volt, és ő is az alkohol az, ahhoz hozzátett, tehát hogy elég sokat, és egy barátnőm ráncigatott ki, de igazság szerint még, tehát hogy bejött hozzám, és így elzavarta a fiút, hogy mars, hogy, hogy húzzon onnan, és bejelentett egy addiktológushoz, és azt mondta, ha nem megyek oda, akkor átharapja a torkomat, hogy ő sem fog velem szóba állni, stb. És akkor én el, is elmentem, de így ott is elkezdtem vele is alkudozni, meg meg nem tudom, és ő annyira jól kezelt engem, hogy pár hónap alatt ez így világos lett, hogy én ezt nem csinálhatom tovább. Szóval, hogy... És akkor mondta, hogy teszek egy próbát, és is mit veszíthetek, szóval nem tudom, és... Az első időszak az nagyon nehéz volt, de három hónap után egyszer csak elkezdett jobb lenni, és, és uh, nem hittem, tehát, hogy én magam se hittem, de akkor utána meg már nem is merült föl, hogy hogy én újra igyak, mert és akkor azt mondja, nem, annyit küzdöttem ezért, hogy ideig eljussak, és most végre jól érzem magam, és, és uh, mondjuk nem azzal indul a reggel, hogy hányok egyet, hanem mm, nem, nem tudom oké. Okay. akkor akkor onnantól úgy úgy, úgy már egyszerűbb lett minden, tök jó volt. Aztán utána még a gyógyszerekről kellett leszoknom, meg a cigiről, de már ezeket is mind letettem. De mondom, egyedül nem ment volna, abba biztos vagyok, és én nagyon örülök, hogy segítettek akkor nekem. Iszonyú jól is hangzik az egész, szóval... És én mindenkit bíztatok, tehát, hogy amikor látok nagyon rossz állapotban levőket, de azt is tudom, hogy, hogy hiába, szerintem én egy tök jó példa vagyok erre, mert összeszedtem magam, azóta tök sok sikerem lett, a, szerintem nem is lettem hülyébb, tehát nem. hogy szerintem így, <laughs> így jó példa vagyok erre, hogy, hogy szuper életet lehet vezetni alkohol nélkül is, mert én is ilyen tört, hamis mítoszok, hogy fú, hát hogy mi lesz a társasági életemmel, mi lesz a, a nem tudom, a, az írással, minden, és minden szintet lépett, minden jobb lett és, és ezt, ezt, próbálom ezt a igét hinteni mindenkinek, csak azt is tudom, hogy nekem is hintették barátaim, és akkor ez semmit nem számított. Azt gondoltam, hogy hülyék nem tudják, miről beszélnek. Szóval ez nem mindenkinek nagyon-nagyon rosszul kell lennie, és akkor onnan lehet majd feltápászkodni valahogy. Azt mondhatod, hogy most nagyon-nagyon jól vagy. Hogy azt akartam kérdezni, hogy olyanon szoktál gondolkozni, hogy az, hogy te most élsz, tehát hogy ez az időszak, ami jelenünk, és hogy ebben vagy írónő. Abba szoktál azon gondolkozni, hogy ez mennyivel nehezebb, vagy, vagy kudarcra ítéltebb, vagy buktatókkal telibb lett volna, mit tudom, 200 éve, 150 éve? Hát persze, tehát mert nyilván nagyon foglalkoztatnak az ilyen női kérdések, vagy a nő, nő, női művészek helyzete. De én azért azt látom, hogy, hogy ott is nagyon sokan ki tudták verekedni maguknak azt, azt a teret, amiben ami, ami ők el lehetnek. Persze, iszonyú nehezített terep volt, de és, és nagyon sokaknak igen, nem is sikerült. Akiket én imádok, még a nővéreket, hát ott a lápon, akkor is megcsinálták az életművüket, amikor ez semmi nem támasztotta alá. De De azért szerintem nagyon szerencsés vagyok, hogy most élek és alkotok, bár ugye az irodalom presztízse társadalmi az valahol tényleg a béka segge alatt van, és érted, örüljek, ha nem végeznek ki, mert írok. Tehát, hogy, hogy tehát, most ezt komolyan mondom, tehát, hogy a, a, művésznőket az egy kicsit így mindig művésznők, írónők, egy kicsit így, így le vagyunk sajnálva, ezt mindig érzem, vagy itt ez az irogatsz még, meg, meg, nem tudom, tehát, hogy, hogy valahogy úgy mint egy ilyen kis kis hobbi, vagy, vagy nem tudom. Tehát mondjuk ez az össztársadalmi megítélés, ezt mindig látom, vagy művésznőznek, nem tudom, de amikor látom, hogy ez kedvességből van, vagy nem tudom, akkor akkor én nem horkanok fel annyira, mint bizonyos pályatársaim, de, de azért tényleg az, azt gondolom, hogy hogy... Hát lehetne nagyobb megbecsültsége az alkotóknak, és most nem, nem csak a nőkre gondolok. Tehát ez ugyanolyan nehéz egy kortás festőnek, de hát jónak magyarázom, tehát egy kortás képzőművésznek, egy újságírónak, vagy tényleg az összes művészeti képviselőjének. Tehát mint az ilyen megtűrt lények vagyunk itt a társadalomban, mint akiknek nincsen haszna. Holott szerintem hát azért jó, nem olyan haszon, mint mondjuk nem tudom, egy bányamérnöknek, de, vagy nem tudom, bányák vannak egyáltalán még, vagy mit, mit tudom én, egy, egy IT szakembernek. Tehát, hogy olyan konkrét hasznunk nincsen, de hát azért valamit csak érünk. Érdekes, hogy ezt mondod, mert én azt tudom hogy azt fogod mondani, hogy milyen nagy fel, felfutása van az irodalomnak, és általában a női irodalomnak, tudom, hogy ezt nem is szabadnak kimondani, a női irodalom, de tök mindegy, tehát az irodalomnak az a része, amit a nők írnak, én azt hittem, hogy ezt fogod mondani, hogy egyébként ezt éled meg. Ja nem. Az persze, hogy, hogy sokkal több területen lehet megnyilvánulni, meg hangot lehet adni a problémáknak, vagy lehet beszélni ezekről, de hát ez egy szűk réteg játék azt gondolom, és én most itt a nagyobb léptékről beszélek, és hogyha mondjuk megnézed, hogy mennyit keres egy írónő az írásából, de egy író is, egy kortás szerző, aki nem lektűr, nem zsáner, hanem, vagy nem ilyen, nem tudom, könyvgyártó, iparos, Hát azt, azt látjuk, hogy a, a, művészek azért nincsenek annyira elkényeztetve, kivéve ugye, hogyha a hatalomnak most befekszenek, de az meg már egy teljesen másik kérdés. Azt mondtad, amikor a, a szerkesztői munkádról beszéltél, hogy még nem írok annyira jól, de majd fogok hogy ez, egy, ez egyébként egy lineáris dolog, és egy állandó fejlődésben lévő dolog az írás? Hát szerintem igen, vagy, vagy én szeretném ezt gondolni, mert uh, na, hogy hogyha, nekem nem sok becsványom van, de ez például igen, hogy, hogy egyre jobb és jobb legyek. Tehát, hogy szövegről szövegre tanuljak meg olyan dolgokat, vagy hozzak elő magamból olyan dolgokat, ami kicsit túlmutat mindig az előzőn, tehát nem ugyanabba a körbe szaladni. És, uh, amikor például olvasok olyan szerzőket, akik így, tett fellelkesítenek, akkor azt érzem, hogy fú, hát van hova menni, és, és hogy minden, tehát meg kell ezt haladni, és nem olyanok lenni, mint ők, hanem, hanem hogy magamba megtalálni azt, amit mondjuk a Marilyn Robinsonnak annyira jó lett a háztartása, és pont ő is mondta, hogy ő saját magát tanította, és ment előre, de közben nyilván ütközöl a kortársakkal, kapsz véleményeket, kritikákat, és és mész előre. És én például a kritikákból rengeteget tanultam. Az első regényemet joggal rengetegen lehúzták, és én utána ültem neki, hogy megtanuljam, például, hogy hogy kell felépíteni egy karaktert, vagy hogy kell kinéznie egy szövegnek úgy, hogy az valóban érvényes szöveg legyen. És akkor nézek, mindig tanulok új szavakat, meg próbálom. Mi az, hogy tanulsz új szavakat? Hát figyelem, tehát másoktól ellopok, én nagy, nagy tolvajszarka szarka vagyok, tehát, hogy meg figyelem, hogy ki, hogy beszél, a, hogyan lehet még mondatot úgy felépíteni, hogy az a szuper legyen de egyedi, és akkor ezeket úgy próbálom beépíteni magamba, meg a szövegeimbe. És, és azt gondolom, hogy hogy óhatatlanul fejlődik az ember. Talán nem. De, 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 de. Hogy, hogy így, így hat ránk, és, és nem lehet megállni egy szinten. Én pedig régen mindig annyira szomorú voltam, így kamaszként nem értettem, hogy hogy fú, egy jó kis punk zenekar, akit én annyira szerettem, miért kezdenek el teljesen más zenét, meg miért jönnek bele bőgősök, meg meg mi ilyen hülyék ezek, megőrültek, és rájöttem, hogy nem maradhatnak ugyanazon a szinten, mert ha ugyanazon a szinten maradnak, akkor, akkor, oké, megírják a 70 ugyanolyan számokat, és már az ugyanúgy nem lesz punk, mint ahogy most már mondjuk szimfonikusokkal lépnek föl. És akkor a, ezt, amikor én felfogtam, akkor rájöttem, hogy, hogy az én szimfonikusaim azok még, még, nem jöttek el, tehát még nem együtt zenélek velük, de majd, majd szépen el fognak jönni, és az én szövegembe is meg lesz ez. Remélem. Tudod, mit jelent az hogy egy jelző, hogy menci? Nem. Unoka hugoméktól kellett megtanuljam a múltkor, hogy ha azt mondod egy dologra, ami menő, hogy menő, az tök nem menő, Menci. Menci. Én ezzel oh. tudtam támogatni most a, a, a szógyűjtési ambícióidat. Köszönöm, ez zseniális, ez nagyon Menci. <laughs> Köszi nagyon, hogy jöttél. Én köszönöm. <laughs> köszönöm.